Sikeres szereplést követően tért haza két magyar gyorskorcsolyázónk a pekingi téli olimpiáról. Liu Shaolin Sándor a 2000 méteres vegyes váltó bronzérmese lett, testvére Liu Shaowang pedig amellett, hogy szintén bronzérmet szerzett 2000 és 1000 méteres váltó tagjaként, 500-on egyéniben olimpiai bajnok lett. Elég egy érzelmi hullámvasút volt már maga a kiutazás, ugye olimpia előtt ugye sikerült egy pozitív tesztet produkálni, és én személy szerint ugye később tudtam küldözni a csapathoz, amit már egy elég nehezen tudtam megélni. Viszont maga az, hogy már oda kerültem, az egy kicsit megnyugtatott, és ott tudtam erősíteni a csapatot. Hát igazából csak Ádó jött az olimpiai bajnokként, én csak majdnem. Igazából nagyon jól éreztük magunkat, nagyon sok mindent tanultunk, és biztos, abban biztos vagyok, hogy csak megerősödtünk tőle. A fiúk egy nagyon nehéz és fárasztó időszakot tudhatnak maguk mögött, az olimpiát hosszas edzések, felkészülés előzték meg. Maga a felkészülés az borzasztó hosszúnak tűnt, és nyilván mindig ezek a legnehezebb időszakok, hiszen a nyári alapozás, a nyári edzőtáborok, itt kell nagyon erősnek lenni fejben, hiszen tényleg ilyenkor edzünk a legtöbbet, ilyenkor a legunalmasabbak az edzések, de hát ezeket túl kell élni, és hogyha túléljük, akkor mindig győzünk. És te hogyan élted meg a felkészülést? Hát tényleg nagyon hosszú volt. Ugye az elmúlt 4 évben nagyon keményen dolgoztunk, és versenyről versenyre álltunk, próbáltunk minél több tapasztalatot szerezni, de úgy gondolom, hogy a végeredmény jól sikerült, és megérte a kemény munka. A sikerek ellenére a Liu testvérek még mindig látják a fejlődés lehetőségét, úgy érzik, van mit magukon tovább fejleszteni. Van egy bizonyos szint, amikor ugye az ember már eléri azt a fizikai szintet, amikor már nem tud tovább fejlődni. Viszont nyilván mentálisan az elmét azt mindig lehet erősíteni. Ilyenkor van az, hogy mi már értünk egy bizonyos szintet, és tényleg ez már csak az elmék játszmája szokott lenni a versenyeken. Tényleg nagyon, nagyon nehéz fejleszteni már ezen a szinten, és minden, hogyha egy 0,5%-ot is hozzá tudunk tenni, akármivel is, akkor azt megragadjuk és hozzáteszünk. A fiúk most pihennek, az edzések majd nyáron folytatódnak, télen pedig jönnek az újabb versenyek, és a hosszú távú tervek is megvannak. Most úgy néz ki, hogy egy hosszabb pihenünk van így az olimpia után, úgyhogy a felkészülési időszak az egy kicsit el fog tolódni, június-július végére, úgyhogy most próbáljuk élvezni a pihenőt, és a következő versenyek az majd csak télen lesznek. Abszolút, a következő 4 évre fókuszálunk, és a legközelebbi célunk a 2026-os milánói olimpia. A Székesfehérvári Corvinus Egyetem hallgatói meghallgathatták Liu Shaolin Sándor és Liu Shaowang élménybeszámolóját, és egy kötetlen beszélgetést is folytathattak a két sportolóval. A testvérek célja többek között ezeken a találkozókon, hogy a fiatalokat a sport szeretetére buzdítsák, és arra, hogy soha ne adják fel álmaikat.